Az ezredforduló óta mondhatni meg háromszorozódott kulcslakossága, ami országos viszonylatban is egyedülálló. Mondta el dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcson, annak kapcsán, hogy újabb fejlesztések várhatóak a településen. Itt most, amiben szeretnék segítséget nyújtani, az a közel 500 millió forintos iskolai bővítés, amihez még eszközbeszerzés párosul nyilván a tanászközök kapcsán. Ez az önkövetett lehetőségei nyilván túlmutat ez az összeg, hiszen ez egy önálló költségvetésből nem megoldható. Itt szeretném a mai sajtótájékoztatón bejelenteni, hogy Kásler Miklós emberi erőforrások minisztériumának miniszterét keresünk meg egy-egy kormány döntés. Történelmi léptékű fejlesztés valósul meg Kulcson és Dunajvárosban, ugyanis a város északi lakóövezeteiben élők régi vágya teljesül a szennyvíz csatorna hálózat kiépítésével, amely 2020 őszén fejeződik majd be. Kulcs, Rácsalmás és Dunajvárosnak az a terület, ami szennyvíz hálózata nem ellátott, egy projektben valósul meg. Itt a reményünk az, hogy a szennyvízes projekt révén csökken az összfal terhelése is, azzal, hogy elvezetésre kerülnek a talajba kerülő vizek, amelyek egyébként sajnálatos módon nem gátolhatók meg, ha nincs szennyvízes csatornahálózat. Ez egy központi program keretében valósul meg. A település ígéretet kapott arra is, hogy az omladozó összfal területén élők problémáinak megoldásában sem hagyják magára az önkormányzatot. Azokat a területeket, amelyek viszont most a csúszás veszélyes résszel nem tudtak megvalósulni, azokat pedig szeretném a polgármesterről arról tájékoztatni, együttes erővel fordulunk a miniszter úrhoz, hogy annak a területnek a rehabilitálása is megtörténhessen, és majd rácsatlakozásra kerülhessen egy következő ütemben a szennyvíz csatorna hálózatra. Galambos Dénes beszélt arról is, hogy a helyi bölcsőde esetében pedig elbírálás alatt van az a több száz millió forintos pályázat, amelyből annak felújítása lenne megvalósítható. A topor zárás kapcsával egy nagyon komoly ígérvényünk a tekintetben, hogy 200 millió forint értékben a megyei maradó forrásokra, amelyre pályázott önkormányzat, jó pályázat lévén én azt tudom ma itt bejelenteni, hogy közel vagyunk ahhoz a döntéshez, amely a pályázat tartalmát és annak a jogosultságát megalapozva pozitív döntésben részesül. Jobb Gyula megköszönte dr. Galambos Dénesnek és a kormánynak, hogy ilyen nagy mértékben támogatják a települést. Én azt gondolom, hogy település polgármestereként tett jogszívek nem is tettem. Nagyon-nagyon köszönöm dr. Galambos Dénesnek, köszönöm a magyar kormánynak, hogy figyelnek ránk. Tényleg óriási problémák ezek a településen. Ha egyáltalán problémának lehet ma nevezni Magyarországon, ha egy település lélekszáma növekszik. Tehát ez abszolút nem probléma, viszont olyan jellegű nyomás nehezedik ránk, képviselőtestületre és polgármestere. Igen, az intézményrendszerekkel bizony nagyon, de nagyon utána kellene menni. A polgármester elmondta még, hogy ezt a megkezdett munkát a jövőben is szeretné folytatni, a minél intenzívebb fejlődés érdekében.